Nem is gondolom, hogy nekem arról kéne beszélnem, hogy, hogy én nekem aranyérmet kell nyernem esetleg, és csak akkor ö, fogok tudni nagy eredményt felmutatni, hogyha ebből az ezüstéremből egy aranyérmet csinálok a következő olimpián. Ö, én alapvetően nagyon elégedetlennék, ha újra dobogóra tudnék állni. Sorozatunkban a gyermek és a fiatal fiatalkorról beszélgetünk olyan jelenlegi és a sportpályától nem régiben elköszönő klasszisokkal, akik karrierjük során eljutottak a világ sikerekig. Azzal a szándékkal, hogy a mai ifjú sportolóknak, az edzőiknek, na meg a szüleiknek, sztorikkal, tanulságokkal, teli történetekkel szolgáljunk, nem mintákkal, csupán példákkal, úgy, ahogyan a néhány évvel ezelőtt megjelent nagy sikerű könyvben, az Így lettünk bajnokok című kötetben tettük. Köszöntöm a kedves nézőket, Bruckner Gábor vagyok, mostani vendégem pedig az olimpiai ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, nyíltvízi úszó, a 26 esztendős Rasovszki Kristóf. A jelen és a jövő bajnokainak elkötelezett támogatója, a Dekatlon. Remélem semmi olyasmi nem hangzik el az elkövetkezőkben, ami miatt bemásztál az asztal alá, mert euh, úgy tudom, hogy kisgyerekkorodban ez rendszeresen szokásod volt, hogyha valami miatt kicsit főhúztad az orrodat. Igen, előfordult, hogy, hogy, a duzzogás, főleg kicsiként odáig fajult, hogy a, az étkező asztal alatt voltam, aztán a vége meg az lett, hogy el is aludtam, és akkor utána úgy kellett kiszedni, hogy... De azt mondja, hogy anyukás, az, hogy ez nem rosszasság miatt volt, hanem inkább ilyen kicsit durcás kisgyerek volt, és nagyon nagy volt az igazságérzetet. Hát igen, ez, ez szerintem úgy nagy részt a mai napig megvan, úgyhogy, hogy könnyen fölhúzom magamat, ha, ha, úgy érzem, hogy, hogy valami nem úgy történik, ahogy kellene vagy úgy érzem, hogy, hogy, hogy nincs meg igazából a, az igazság, úgyhogy néha ebből vannak kisebb konfliktusok, de, de azért viszonylag ezt megtanultam kezelni, meg most már nem férek be a legtöbb asztal alá. Mondjuk az étkező asztal alá még beférnék otthon. Az igazságérzetnek mennyi a hozadéka egy ilyen sportágban, mint a nyílt vízi úszás, ahol az ember azért, hát neked nem kell mondani, kaprendesen néha, és hát adott esetben nehéz elviselni a sérelmeket, nyugodtan. Hát hozadék az, az talán annyi van, hogy azért ö, ilyenkor próbálom megbeszélni a, a, a többiekkel, hogy hogy mi is volt, meg mi hogy történt, meg ö, szerencsére azért azért a, a többi versenyző is olyan, hogy, hogy ö, ha, ha hibázott, és tudja, hogy ő volt a, a ludas, akkor azért elnézést kér a, a legtöbbjük. Nyilván van, aki kevésbé veszi fel ezt, hogy, hogy, hogy ő hibázhat, vagy, vagy nagyon annyira olyan a stílusa, hogy, hogy nehéz azt mondani neki, hogy hogy figyelje már, ezt nem így kellett volna, de de azért azt veszem észre legtöbbször a versenyeken, hogy, hogy mindenki azért próbál inkább az úszásával kitűnni, mint sem azzal, hogy hogy, hogy, hogy tud a másiknak keresztbe tenni, és, és azért olyan szempontból jó oké ez a dolog, hogy, hogy magamban is könnyen le tudom rendezni, hogyha, hogyha valami nem úgy sikerült, hogy annak mi lehet az oka, és, és mennyire vagyok én a hibás, mennyire más a hibás, mert ö, azért mindig mindig van egy olyan oldala, és hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy kellett volna, hogy, hogy, ö, hogy én is hibáztam, mert ha én nem hibázok, akkor nem kerülhetek olyan helyzetbe, ahol, ahol más keresztbe tud tenni. De akik kevésbé ismerik a gyílt sportot, az azoknak mondjuk el, hogy arról van szó, hogy nagyon közel húztok egymáshoz, ö, és hát óhatatlanul is, akár véletlenül is meg lehet ütni a másikat, de hát adott esetben ez nem feltétlenül a véletlen műve. Igen, ö, legtöbbször az ő szerencsére véletlen, és, és, nagyon ritka az, amikor nem véletlen, de, de van, amikor egyszerűen begurul az ember, vagy, 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 csak egyszerűen meg akarja hozni azt, hogy látja, hogy ez az egy olyan út van, ahol ő jöhet ki jobban, és akkor egy kicsit oda, oda Tessék el a másiknak. Te már tessék, tessék el oda? Előfordult nyilván. Tehát most itt, itt senki sem szent, mindenkinek vannak rosszabb napjai vagy rosszabb pillanatai, amikor nem feltétlen a, a, a legjobb arcát mutatja. De, de alap, és, és nyilván ezt lehet úgy is csinálni, hogy a, a másiknak abba kelljen hagyni egy versenyt, és, és esetleg sérülést legyen belőle, meg lehet belőle úgy is csinálni, hogy csak érezze a, a törődést, úgy, úgy szépen fogalmazva és tényleg nem arról szól, hogy, hogy a másiknak baj legyen, hanem arról, hogy, hogy nyilván egy minimális kontakt azért megengedett, még ha szabály szerint nem is így van leírva, de hát a, a szabály szerint annak, aki kívül úszik a pályán, annak nem 10 km, hanem 15 km kellene úsznia. Úgyhogy, úgy, azért ez meg nyilván abszurdum lenne, hogy, hogy valaki azért, mert a külső évre kerül egy kanyarba, minden egyes kanyarban plusz 15 métert úszik, hogy a másik be tudjon fordulni velük. Na hát, amíg ideig eljutottál, hogy ilyen részletességgel tudsz beszélni a nyíltvízi úszásról, volt egy gyerekkorod is, méghozzá Veszprém mellett, 10-12 kilométerre Veszprémtől Király Szent Istvánban nőttél föl, ez egy 450 lakosú kisvaló ugye a Séd völgyében hogy emlékszel vissza erre a gyerekkorra, és egyáltalán ilyen kis faluból, hogy jutott az ember eszébe, nyilván nem a kiskölyök eszébe jutott, hanem a szüleinek, hogy úszni vigye őket, Úsz, úszni vigye a gyereket. Hát igen, ugye édesapám még fűzfőjek, édesanyám még meg veszprémiek, úgyhogy, úgyhogy senki sem királyszint is eredetileg. Öm... A, a, nagymamám volt az, aki, aki, a bátyámat, egy négy évvel idősebb bátyámat először levitte az úszodába, hogy akkor tanuljon meg úszni. E, igazából mindenki, mindenki tud a családban úszni, és... és De meg, e, ott, a meg azért, ott a Balaton ott a Balaton, közelsége. Alapvetően még sok jobban jön ki, hogy a gyerekkel úgy lehet lemenni a, a strandra, hogyha, hogyha, nem kell attól félni, hogy, hogy a 120 es táblánál -e vagy sem, vagy hogy... Vagy hogyha elmegy az ember vízi biciklizni, vagy később, amikor már nem a szülővel jár, hanem a haverokkal jár le a strandra, akkor nem attól kell aggódni, hogy, 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 hogy hol ugrik bele a vízbe, mikor fullad bele, rajta van-e a karúszója. <laughs> Meg hát nyilván egy idő, egy, 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 egy idő után már azért hülyén néz ki, amikor egy tíz éves gyerekre még mindig a, a karúszót kell felrakni, vagy egy idősebb gyerekre. Hogy, hogy hogy, bemelsen a nyakig érő vízbe, mondjuk. Na hát ez oké, okay, megtanul a gyerek úszni, ez teljesen természetes, meg tök jó dolog. Na de hát, hogy lesz belőle úszó? Egy kisgyerek az, amikor eljönnek az edzések, eljön a faltófalig való tempózás, eljönnek a korai kelések akár, akkor mit szeret ebben a sportágban? Hát nyilván ez, ez soha nem volt nálunk kényszer, Szerencsére meg szerintem ez a, ez a jó irány, hogy nem kényszer nálunk, annyi volt a kényszer, vagy hát az elvárás inkább, a, a kényszer nem is a jó szó, az elvárás az volt, hogy, hogy valamit sportoljunk, ameddig, ameddig Na és mi nem fiatalok vagyunk, úgyhogy ö, mindenki, amit akar, ö, úgymond azt választhatott. A, a bátyám például az, az elén kosarazott és úszott, aztán választotta az úszást, nálunk az úszás kezdett igazából, én nálam, én nálam, egyértelműen ez, ez, ez megragadt. Én Laba nagyon a szerettem... játékok hogy... nem jöttek szóba? Én, én, nagyon szerettem a közeget, meg nagyon szerettem versenyezni is. Kicsit talán túl, túl, velmens is vagyok, meg, meg nagy bennem a, a győzelem, győzni akarás ahhoz, hogy, hogy, hogy csapatsportokat kezdtem volna el akkor, mert nagyon, nagyon nem bírtam azt, amikor mondjuk a, a csapatom, hogyha akár tesszi órán fociztunk, vagy kosaraztunk, és vesztésre állt. Ugye ez nálam mindig a a rosszabbik énemet hozta ki, és, és ilyen szempontból talán jobb is, hogy, hogy, hogy az úszás kezdtem. Tehát a lényeg a lényeg, én nagyon szerettem lenni az úszodában, úgyhogy emiatt is maradtam ott, meg választottam ezt. Soha eszemben nem jutott volna, hogy más csináljak aztán. Volt olyan az általános iskolában szóba a kézilabda, próbáltak rávenni, hogy a hát súlycsapattal játszak de, de mondtam, mondtam, hogy én nekem, én nekem úszóedzéseim vannak, nem fér bele, hogy, hogy kiadjok helyette, és ö, kézilabdázni jövök, úgyhogy, úgyhogy ö, ez nálam ilyen viszonylag gyorsan eldőtt, hogy én, én, ezt akarom csinálni, meg, meg ezt szeretném csinálni. Úgyhogy, úgyhogy, bárki bármit mondott, hogy mit próbálja ki esetleg helyette, az, az nem sikerült. Ettől függetlenül tesi órán, a barátokkal, akár otthon rengeteget fociztam, kézilabdáztam, kosaraztam, úgyhogy, úgyhogy ö, ettől függetlenül azért megvoltak a labdasportok az életemben. Azt mondtad az előbb, hogy a labdajátékok a, a csapatsportokban rosszabbi hozták ki, hát picit, mi neked a rosszabbikéned? Hát egyrésztről ö, tényleg nagyon-nagyon-nagyon rosszul viseltem gyerekként azt, hogyha, hogyha, vesztettem bármiben is, tehát ez a hisztis oldalamat hozta ki, meg a, a dühöngős oldalamat, úgyhogy Úgyhogy ö, velem nem lehetett megmaradni rendesen egy csapatban, hogyha, hogyha mi álltunk vesztésre, mert akkor, ö, ha, ha fociról, kéziről, kosáról volt szó, akkor akkor elkezdtem önzőzni, fogalmazhatunk így, akkor majd én megcsinálom. Nyilván ennek volt, hogy volt jobb eredménye, meg volt, hogy sokkal rosszabb lett, mint volt, úgyhogy, úgyhogy ez nem segített. Tényleg nagyon rosszul viseltem, hogyha, hogyha veresség volt. Ugyanígy volt ez az, az úszóversenyek is, hogyha tehát az egyik verseny nem úgy sikerült, hogy én szerettem volna, és, és, vesztettem, akkor abból duzzogás, meg hiszti volt, úgyhogy ezt így, ahogy ment előre, mentem előre, akkorban kellett szépen fokozatosan levetkőzni, és, és elhagyni, hogy ez, ez, nem így működik. Ö, rá kell jönni, hogy, hogy mi az oka annak, hogyha valami nem úgy sikerül, és, és, legtöbbször nem másban, vagy a körülményekben kell keresni a, a, a hibát, hanem, hanem inkább abban, hogy, hogy én mit csináltam rosszul, nem feltétlen előtt az edzéseken, hanem versenyen is ö, mennyire koncentrált az ember arra, hogy, hogy, mi fog következni, hogy csinálta meg a bemelegítését, hogy figyelt oda arra, hogy, hogy most verseny és nem játszunk, nem szórakozunk, úgyhogy, úgyhogy ezeket mind-mind meg kellett tanulni, és, és ö, minél gyorsabban tanulja meg az ember, annál, annál hamarabb bejut odáig, hogy ezt jól tudja megcsinálni. Hát az úszás ilyen szempontból is szerencsés sport akkor a számodra, mert itt ugye nehéz mást hibáztatni, mert hát vagy ha oda a falhoz, mint a riválisaid, vagy nem, még csapatsportokba akár nyújthat kiváló teljesítményt is, akkor is kikaphat kaphat a csapat. Igen, igen, úgyhogy egyértelműen a... szerintem nekem ez a legjobb dolog volt az életemben, hogy hogy egyrészt egyéni sportágat kezdtem előzni, másrészt az, hogy, hogy tényleg az úszás ott, ott nincs, nincs a medencében nincs mással kontakt, csak te vagy a víz, meg a saját pályád, úgyhogy ö, nem pontozásos, nem lehet arra fogni, hogy a bíró nem kedvel, vagy, vagy csúnyán néztem a bíróra, vagy a bíró nézett rám csúnyán, és azért nem sikerült. Itt, itt, tényleg az nyer, aki először ér oda a falhoz. Mondtad, hogy tulajdonképpen a bátyát példáját követtétek, mondom követtétek, hiszen van egy ikertestvére is, Roland, bátyát pedig Tamás, ő már ideje úszott akkor, amikor titeket, a ikertesókat levittek a szülők a, a Veszprémi úszadába. És azt mondják a szüleit, hogy te mindig és rajta mindig is azt látták, hogy te nagyon szereted ezt csinálni, és minden erőddel azon vagy, hogy minél jobb legyél, minél jobb eredményeket érj el. Ugyanakkor a, a tesód, Roland, meg minden létező alkalmat kihasznált, hogy, hogy lelafolja az edzéseket, már kicsiként is, és, és ahogy tehette, átment a melegvízbe, a brüggölőbe a az edzésekről. Te viszont ö, ellenállhatatlanul róttad a hosszokat. Igen, rengeteg, rengeteg sztori, meg történet van rólunk, hogy, hogy ki mit, hogy csinált, és azért ezt föl szokták emlegetni, hogy, hogy én bementem a vízbe, és akkor csináltam a feladatot, próbáltam mindenhol az első lenni, meg nyilván volt a másik oldalunk is, a Roland, aki ki volt, hogy békata alppal a medence egyik végén ki, aztán át a, a meleg vízbe, aztán ha észrevették, akkor jött vissza, ha nem vették észre, akkor ott volt edzés végéig. Tehát hát ez, ez ilyen, ez, a, ez igazából tényleg kisgyerekként van az egyik, meg van a másik, aki... Tehát ez, 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 hogyha nem testvérek vagyunk, akkor se látszik a gyerekekkel, hogy ki az, aki csinálni szeretné, meg ki az, aki azért van ott, mert levitték a szülők, hogy akkor most meg kell tanulni úszni. Nem tudom, mennyire idézhetők fel ezek az egészen kisgyerekkori emlékek, de, de ha mégis, akkor hogy emlékszel rá vissza, hogy te mit szerettél az úszásban? Hát alapvetően egyrészt ugye megvoltak a barátok, akik ott voltak, nagyon szerettem lejárni, másról tényleg bennem, bennem, ott volt a maximum az, hogy, hogy, hogy versenyszellem, és a, az egyes feladatoknak a minél teljesítése, hogy kiérbe először, meg, meg alapvetően a vizet nagyon szerettem, Úgyhogy, úgyhogy rengeteg, rengeteg időt tudtam ott tölteni edzés előtt is, szerettem ott lenni az edzés után is. Meg hát e, próbáltam ellesni minél több mindent a nagyoktól, úgyhogy, úgyhogy e, próbáltam minél inkább magamtól előre jutni, és nem csak e, várni, hogy majd valami történik. Viszonylag hamar sikerült ellesni ezeket a praktikákat a nagyoktól, és hamar jöttek az eredmények is, olyannyira, hogy 8 évesen már Diákolimpiát nyertél 50 méter gyorsan. Ha hát inkább 50-50 hát volt, és de szerintem hátom. ez is, de, de igen, a Diákolimpia az volt, ami soha nem jött össze, mert mindig a Diákolimpia országos döntő az valahol február-március környékén volt, én meg, én meg gyerekként rendszeresen február-március környékén voltam beteg, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy egyszer egy, egy ezüstig jutottam, de, de ettől függetlenül ö, addigra már a legkisebb korosztályban, amit nálunk ugye békának neveztek, ott már ö, országos bajnok voltam, 50 méter háton, nyertem 200 vegyesén. Van is egy kép, amikor állsz, a hajós a, a dobogon egy, egy kis békával a kezemben. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ö, azért viszonylag hamar kiderült, hogy van valami van valami kis érzékem az úszáshoz. Nem csak békát nyertél te annak idején, hanem egy csomó-csomó érmet is, ö, és ezeket az érmeket te azt hallottam, hogy rendszeresen számolgattad is otthon, újra-újra számoltad, két-három havonta, hogy biztos, hogy megvan a -e mindegyik, meg hogy mennyi van. És nagyon büszke voltál -e az eredményeire, már kicsiként is, ugye? Hát igen, nagyon sokáig számolgattam, és, és nagyon sokáig számon tartottam, hogy hány érmem van. Uh, nyilván azóta ez kikopott, és már fogalmam nincsen, hogy, hogy, hogy hol tartunk, de de nagyon sokáig számolgattam tényleg, és uh, gyakorlatilag úgy néz ki még uh, otthon anyáéknál a a, szobámnak a fala, hogy fönn vannak a falon a parafatáblák, a parafatáblákban pedig szépen föl vannak egyesével rakva az érmek, úgyhogy, úgy, a legtöbbük az a mai napig látszódik, de, de tényleg ugyanígy minden megvan, ami, amit valaha versenyen nyertem a plusz békától elkezdve a, a különböző okleveleken át minden otthon valahol megvan. Az mennyiben segítette a te pályafutásodat kiskölyöként, hogy, hogy ott voltak a tesói. Tehát mekkora volt a rivalizálás, mennyiben versenyeztetek egymással is? Hát a bátyámmal voltak ilyenek számon tartva, nálunk anyáik rengeteget írták a, a versenyeknek az eredményeit, volt egy külön fizet nekem is, meg a bátyámnak is, hogy ki milyen ered, időeredményt ért el, úgyhogy lehetett összehasonlítani, hogy, hogy ki mikor mennyit úszott, úgyhogy egyrésztről meg volt ez a verseny a bátyámmal, hogy ő ennyi idősen mennyit úszott, akkor én mennyit úsztam. Meg, meg egy idő után, amikor eljutottunk odáig, akkor már az volt a verseny, hogy kitartja a családi csúcsot. Úgyhogy. Ki tartotta? -e? Euh, hát egy idő után már nyilván a, a hosszabb távokon én, de még a rövideken ő. Most már szerencsére talán elmondható, hogy mindenben én tartom, bár ebben még mindig nem vagyok biztos. De de talán most már mindenben, mindenben enyém a, a családi csúcs, de, de tényleg, tehát hogy, hogy megvoltak azért a versenyek, de, de sokkal kevésbé volt ez, ez annyira véremenő. Véresebb csatákat vívtunk szerintem kint hátul a, a, a focinál a ház mögött, mint hogyha, mint hogyha az úszodában néztük volna a versenyeket. Mondtad a hosszabb távokat, ugye hát hosszú távú szó végül is. Az már korán kiderült, hogy neked ez lesz az igazi műfajod? Nem mondanám korainak. Ugye az első érmeimet nagyon, nagyon korán inkább hátúszásban nyertem. És ö, hát már olyan 15-6 éves korom körül jött az, hogy hogy a hosszabb gyorsok kezdtek el a hát és a, a hosszú gyorsok közül inkább jobban menni és dominálni. Úgyhogy úgy, szerintem ilyen szempontból viszonylag késő jött el ez a hosszabb gyorsokra való váltás. Ugye először a medencében 400-800-1500, majd, majd ö, gyakorlatilag 17-8 évesen. Próbáltam ki először a, a nyíltvízi úszást, úgyhogy, úgyhogy azt meg aztán ilyen szempontból még, még inkább későn, hiszen most már most már 14-15 évesek, ugye, ifjú Európa bajnokságon versenyeznek uh, nyíltvízi úszásban 5 km tehát uh, én egyértelműen ehhez képest is viszonylag későn kezdtem el, és uh, az elején nem is tetszett, tehát uh, nem is sikerült úgy az első verseny, hogy én akartam. Én azt gondoltam, hogy, hogy uh, simán be kell jönnöm dobogóra, itt van az országos bajnokságon, 7,5 kilométeren, de, de, inkább nyerni kellene, és aztán akkor egyenes út az ifj Európa bajnokságra, aztán majd ott meglátjuk. Eljött negyedik lettem, nem is éreztem jól magam a vízben, nagyon sokkal lemaradtam az első háromtól, a mögöttem lévők meg tőlem, úgyhogy a, a táv nagy részét egyedül teljesítettem, amit nagyon, nagyon, nem tudtam elviselni, hogy egyedül vagyok kinnott a Balatonban, aztán körözgetek a pályán, és senkivel semmit nem találkozom. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nem tetszett az első, az első nyíltvízi verseny, és mondtam is, hogy nekem ebből több nem kell. Tehát ö, én maradok a medencében a 800-1500 gyorsnál, aztán nyilván azért az edzőm, az edzőm meg a kapitány, aki továbbra is a szövetségkapitány az ott a, a Gábor, ők mondták, hogy, hogy ö, azért ez nem így megy, és hogy az első verseny után nem lehet azt mondani, hogy akkor ez nem soha többet, úgyhogy próbáljam még ki magam. És aztán a következő évben már már 5-10 kilométeren is, ö, ugye versenyeztem, kipróbáltam magam Európa kupán is, és, és ö, szépen fokozatosan egyre jobban ment, úgyhogy. Úgyhogy a következő évben már az ifj csapatban voltam. Igen, tehát amíg ideig eljutottál, azért volt egy nehezebb időszak, olyan 14 éves korod környékén, amikor egy jó ideig nem igazán jöttek az eredmények. Azt mondják, hogy elsősorban azért, mert viszonylag későn kezdtél el serdülni, és a többiek fizikailag ö, megelőztek. De akkor sem jutott eszedbe, és abba hagyod, amikor, amikor, kevesebb volt a motiváció. Nem, nem, egyáltalán nem. Szóval soha nem, nem fordult ez elő, hogy, hogy, hogy azt gondoltam, hogy én nekem ezt abba kéne hagyni nyilván volt az, amikor ö, nem ment olyan jól, de nyilván ez is olyan, hogy kinek mi az, ami nem megy olyan jól. Van, aki van, hogy a fél kezét adná egy, egy ö, országos bajnoki negyedik helyér, vagy egy ötödik helyér. Én meg, én meg elégedetlen voltam, hogy, hogy, ö, hogy, úgy jöttem haza egy országos bajnokságról, hogy nem volt, nem volt érmem a, a saját korosztályomban. Úgyhogy, úgyhogy, nyilván ez, ez ö, mindig mindenkinek más. És, és, nyilván nem is esett jó, hogy az előző években ott voltam a dobogón, akár hátúszásban, vagy volt, hogy vegyesen is, aztán, aztán már háton sem, és, és beletartott egy kis időbe, egy, egy másfél-két évben, mire ezen úgy tényleg igazából túl lendült az ember, de, de, soha nem fordult elő, meg nem fordult meg a fejemben az, hogy én ezt abba akarom hagyni, vagy nem akarok lemenni az edzésre, mert minek, úgyhogy, úgyhogy nem kellett különösebben noszogatni emiatt én, én úgy voltam vele, hogy ezt akarom csinálni, aztán az lesz belőle, ami lesz. Tehát, hogyha ha ideig jutottam, hogy, hogy ez az eredmény, ez a vége, akkor, akkor ez lesz a vége. Hogyha, hogyha lesz ennél jobb, akkor pedig, akkor pedig nem hagyom addig abban, ameddig, mendig lehet jobb. Meg hát ott volt a bátyám például is, aki, aki gyakorlatilag a, a gimi végéig csinálta, és, és, nem azért, mert, mert, mert ő lett volna a világon a legjobb, vagy egyáltalán a, az országban bárhol a legjobb, egyszerűen szerette csinálni. Belénk is nevelték azt, hogy valamit sportoljunk, úgyhogy, úgyhogy ő, ő ezt szerette csinálni, ott is volt az úszodában. én is szerettem ott lenni, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ameddig, ameddig nincs olyan gátló tényező, hogy valaminek keresztbe tenne, addig, addig hogyha nem megy annyira jól, akkor is, akkor is ott vagyok, megcsinálom, és, és igazából ez egy kikapcsolódás is volt a, 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 ugye az iskola után a mindennapokban, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is én nem bánom sohasem, sohasem bántam azt, hogy, hogy, hogy az adában voltam és úsztam az edzéseken. Te szeretted annyira az úszást, hogy akkor is folytatod, amikor az eredmények nem jöttek olyan mértékben, és említetted a bátyádat, és ebben az illetünk bajnokok című könyvben is elmesélted, hogy tulajdonképpen tényleg az ő példája is sarkalt arra, hogy, hogy tovább folytassad, mert ő azt mondta, hogy nem feltétlenül az eredmény számít mindig. Igen, és ez így is van szerintem, hogyha ha a valaki jól érzi magát valahol és szereti azt csinálni, amit csinál, akkor nem feltétlenül az a, a legfontosabb, hogy, hogy ö, mi lett a végén, az eredmény nyilván az is nagyon fontos, de de lehet egy, egy, egy sportot akár az úszást, ö, ahol, ahol ugye időre megy, tehát nem is az, hogy pontozás van vagy vagy hogy ö, akár a vívásban, hogy hogy, csak úgy jutott valaki mondjuk a legjobb nyolc közé, vagy négy közé, hogy, hogy a másikat legyőzi, hanem ugye itt, itt tényleg mindenki, mindenki saját magát is le tudja győzni azzal, hogyha jobb és jobb eredményeket ér el. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból sokkal könnyebb előrelépni is, hogyha azt figyeli az ember, hogy ő magához képest, hogy teljesít, mint sem azt, hogy mondjuk hányadik lett éppen egy országos bajnokságon, mert nyilván ott, ahol, előbb-utóbb eljön az egyenes kieséses szakasz, ott, ott lehet, hogy valaki hamarabb elvérzik, pedig jobb teljesít, mint tudna nyújtani, mint a korábbi évben. A szüleid viszont ebben az időszakban ezzel együtt egy kicsit szomorúak voltak, mert látták, hogy mennyi melót teszel ebbe az egészben, és mégse jönnek, 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 az eredmények. Öh, ők egyébként hogy viszonyultak a te úszásodhoz? Mennyiben segítettek neked? Öh, mi az, amit te most így utólag visszagondolva köszönhetsz nekik abban a tekintetben, hogy ideig jutottál? Ő, ők támogattak engem mindig mindenben meg, hogy, hogy a lehető legjobbak legyünk abban, amit csinálunk, úgyhogy, úgyhogy, mindent megtettek, és a mai napig is mindent megtesznek azért, hogy, hogyha valamit csinálni szeretnénk, akkor, akkor abban lehetőleg messzebb jussunk. Ugye ez, ez így volt akkor is, amikor jól ment, meg akkor is, amikor nem ment annyira jól. Nekik sem volt egyszerű azt nézni, hogy a, hogy a gyerek beletesz mindent, aztán mégsem annyi jön ki belőle, mint amennyi, amennyi szerintük benne van. De, de ettől függetlenül beletettek mindent ők is ugyanúgy, ahogy én, vagy, vagy még többet. Gyakorlatilag ameddig, ameddig nem lett jogsim és nem lett ö, valamilyen szinten saját autóm, addig, addig napi szinten vittek edzésre, hoztak edzésről, Úgyhogy, úgyhogy, rengeteget segítettek, a mai napig, hogyha tehetik, ott vannak a versenyeimen, úgyhogy, úgyhogy nagyon kevésen versenyt tudnék felsorolni, szerintem 20 pár éves koromig, ameddig tényleg szinte minden versenyen ott voltak, hogy melyik volt az, amelyiken nem. az összes ifi Európa bajnokságon ott voltak, ahol ott voltam, kiutaztak délkorába, után utána a világbajnokságra, úgyhogy, úgyhogy tényleg bárhova, ahova tudtak, és meg tudták oldani, hogy ott legyenek a versenyen, ott, ott voltak, és, és szurkoltak. Nyilván ez kisgyerekként volt, amikor, amikor nem volt a legjobb, mert, mert nyilván minden szülő olyan, hogy próbálja segíteni a gyereket és tanácsokat adni, én meg nagyon nem szerettem, ha tanácsokat adnak, úgyhogy ebből, ebből is voltak ilyen kisebb konfliktusok, de aztán szépen eljutottunk odáig, hogy már, látták azt, hogy tudom, mit csinálok, úgyhogy nem akartak tanácsokat adni, meg megtanulták azt, hogy nem szeretem, hogyha tanácsokat adnak verseny előtt. Úgyhogy, úgyhogy idő után már tényleg csak mint külső megfigyelők voltak ott, akik, akik segítettek abban, hogyha kellett valami. rengeteg olyan verseny volt, ahova, ahova akár ketten napával utaztunk el, mert évközben a, én, én utaztam egyedül a versenyre, és akkor az edző otthon maradt a, a többiekkel, én pedig én pedig apával beültem a kocsiba, mondjuk pénteken délután, kimentünk ö, akár Beszterce bányára, ö, ott voltunk a hétvégén a versenyen, aztán vasárnap este még hazavezetett velem, és akkor hétfő reggel már mehettem is a suliba, tehát nagyon sok mindent megcsináltak azért, hogy hogy ö, a lehető legtöbbet tudjam magamból kihozni, és oda ahova, ahova aztán sikerült is eljutni. Amikor arról beszélsz, akkor azt érzem rajtad, hogy, hogy te örültél annak, hogy ők ott voltak, bár említetted, hogy kiskorodban ez nem volt mindig feltétlenül pozitív, de hát minden sportoló van ezzel így, hogy örül annak, hogyha a szülei ott vannak az edzéseken, meg ott vannak a versenyeken, de ezek szerintem igen, Neked nem volt ez a Nekem ez a soha nem volt különösebben probléma, meg szerettem is, ha ott vannak. Szerettek is velük időt tölteni, úgyhogy, úgyhogy ez nem volt soha probléma. Tényleg ilyen kisebb surlódások voltak, hogy, hogy ki, hol, meg mikor, miben a tanácsokat, de ez, ez, a mai napig megvan, csak más, más területén az életnek. Úgyhogy... De ettől függetlenül, tehát nem gondolom azt, hogy ők, ők valaha rosszat akartak volna, egyszerűen nem ugyanazt gondoltuk bizonyos helyzetekben, amit, ami, ami, a jó, hogy szerintük mi a jó, vagy szerintem mi a jó, de ebből soha nem úgy jöttünk ki, hogy ebből probléma lett volna igazán, csak, csak el kell tudni odaik, hogy mindenki megtanulja, hogy kinek mikor kell megszólni, vagy mikor nem kell megszólni, ez nyilván rájuk is igaz volt, meg rám is, úgyhogy közösen tanultuk meg, hogy, 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 hogy milyenek legyenek, hogy tudunk úgy lenni ott a versenyeken, hogy nekik is jó legyen, meg nekem is. Beszéltünk arról, hogy 14 éves korodtáján picit ö, fizikailag le voltál még maradva a többiektől, de aztán néhány évvel később, egy év alatt 20 centit nőttél. És hát biztos ennek is lett a következménye az, hogy 18 évesen jött egy nagy áttörés, gyakorlatilag először válogatott, és Azerbajdzsánba utaztatok az európai játékokra. Ez egy örök emlékként, örök élményként maradt meg benned. Igen, egyértelműen, már a korábbi években is ott voltam, hogy hogy a határán voltam annak, hogy, hogy be tudok-e kerülni a csapatba, vagy sem. például, amikor EOF korosztály voltunk, akkor, akkor 1500 gyorsan pár tizeddel maradtam el az EOF e szintől, és úgy ezért nem tudtam utazni a, a, a csapattal, úgyhogy, úgyhogy, már a korábbi években is ott voltunk a határban, hogy sikerül, nem sikerül, hogy lesz, és aztán akkor, akkor végre sikerült bekerülni a csapatba, annak ellenére, hogy nem volt, nem volt meg igazából a, az előre kiírt szintidőm, úgyhogy úgy igazából ez egy ilyen kapitányi döntés volt. Hargitai andrás Hargitai, volt a kapitány. Argitai andrás volt, akkor igen a, a, az utánpótlás kapitány. És íztam, Itt most még a medencés úszásról beszélünk. És itt, természetesen. Itt, itt, <laughs> még medencés úszásról beszélünk 8500 gyors, és ő, ő megszavazta a bizalmat, akkor sem maradtam el sokkal a, a szintől és, és ő, ő megszavazta úgy a bizalmat, hogy jó van, akkor utazó csapat vagyok, és, és szerencsére azért sikerült igazolnom is az ő döntését, mivel az Európa játékokon aztán 800 gyorsan negyedik lettem, meg 1500 gyorsan ötödik, úgyhogy utólag aztán utána ki is vitt az ifjúsági világbajnokságra és ugyanígy, hogy egy picit el voltam maradva a szintől, de, de kivitt és megszavazta a bizalmat, mert, mert, azt látta rajtam, hogy, hogy, hogy a versenyekkel rendben ki tudom hozni magamból a, a legtöbbet. Na mielőtt még tovább folytatnánk a karrier elemzését, még ragadjunk le egy picit ennél az időszaknál, hiszen megközben te gimnazista is voltál, méghozzá az ország egyik legerősebb gimnáziumába jártál el a Veszprémi Lovasi László gimnáziumba, és nem voltál magántanuló, hogy, nem? Nem vetődött föl sohasem igazából, hogy, hogy az legyek, ugye anyáik egyáltalán nem szerették volna, hogy az legyek, másrészt egész jól mert sikerült megoldani azt is, hogy hogy, 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 ugye ne legyen ezzel gond. Egyrészt ugye a szüleim, vagy például a nagyszüleim is rengeteget segítettek, hogy, hogy edzésről egyből ben legyek a suliban, meg a suli után odaérek a, a, az edzésre, ami, ami néha kicsit rohanós volt, volt olyan, hogy hetedik órám után, hogy leérek az edzésre, volt 20 percem, hogy megebédeljek és kiérek a buszra, ami, ami, ami nem egy könnyű feladat, de, de meg lehetett azért oldani, és, és rengeteg Időmented így, másrésztről a, a, a GIMI is gyakorlatilag lehetővé tette, ez még nagyon sokat segített. Úgyhogy a, a tanáraim is, egyrésztről, ha nem voltam ott, akkor segítettek, hogy hogy, hogy tudom behozni azt az anyagrészt, amit nem voltam ott, illetve, illetve az gyakorlatilag az egész iskola, a tanáraim, a, az osztálytársaim, az évfolyamtársaim is mind-mind próbáltak abba segíteni, hogyha ha valamiért nem vagyok ott a, a suliban, akkor hogy nem maradjak le, megkaptam tőlük az anyagot, ö, akár később irattak velem témazárót, vagy, vagy bármilyen dolgozatot, ha, ha, visszajöttem, akkor, akkor nem felejtettek, hanem, hanem megvárták, míg azért visszaveszem a, a, sulinak a, a, körforgását, úgyhogy úgy, tényleg próbálták lehetővé tenni azt, hogy, hogy ne legyen abból probléma, és hát emellett meg hát ugye azzal, hogy megvoltak a jegyeim gyakorlatilag, a megfelelő jegyszámom a, a dolgozatokból, feleletekből, úgy voltak vele, hogy most ha egy-két dolgozattal kevesebb van, de, de tényleg ott vagyok, meg csinálom, és, és nem aludni járok be a suliba, akkor, akkor, akkor nem próbálnak meg keresztbe tenni, vagy nem tudom, ez csúnya le, csúnyán hangzik, de tényleg, tehát a lehető legtöbbet próbálták kihozni abból, ami, a rendelkezésükre állt az én időmmel együtt. Szilágyi Áron a háromszoros olimpiai bajnok kardvívó a Fazekas gimnáziumba járt, ami szintén egy ikonikus gimnázium ugye az országban, a fővárosban, és ő azt mondta, hogy ő egészen különleges figura volt ott az iskolában, mert hát lényegében egy ilyen szintű és sportoló, sem, de hát, de hát más sem járt oda, az nem, nem igazán a sportolóknak való az én elit gimnázium. Te mennyiben voltak a tojás a tisulitokban? Hát nyilván azért nálunk is nem, nem, sok, nem, 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 sok... olyan srác volt, vagy, vagy lánya a, suliban, aki, aki ennyire komolyan sportolt volna. De, de, azért az iskola történetében nem én vagyok az egyetlen, aki, aki mondjuk esetleg válogatottságig jutott, vagy nagyobb eredményig, úgyhogy, úgyhogy, voltak azért többen is euh, így az egész iskola történetében, akik eljutottak, de, de nyilván akkor, amikor én oda jártam, egy kicsit azért kakutolás voltam ilyen szempontból, hogy, hogy ö, úgy esik be a suliba, meg, meg, úgy esik ki a suliból edzésre, vagy edzésről, úgyhogy, úgyhogy ö, ilyen szempontból egy minimálisan kakutojás voltam, de nem látszódott meg ez úgy a mindennapokban. És milyen tanuló voltál? -e? Én azt mondom, hogy jó tanuló voltam, aztán lehet, hogy hát vannak a ön... mit volt Van, vannak olyan tanáraim, akik nem, nem értenek ezzel minden tekintetben egyet, nyilván azért véges volt az én időm is, meg, meg az érdeklődési köröm is, úgyhogy, úgyhogy voltak olyan tantárgyak, amire kicsit kevesebb időt, vagy nem nagyon fordítottam időt, és azért ez meglátszottak a jegyeimen is, de, de ha az egész éves átlagomat nézzük, akármelyik tantárgyra gyakorlatilag, a fél évi végi bizonyítványaimnak az átlag az mindig megvolt, ez a 4 egész körül, volt, hogy 3,8, vagy volt, hogy 4,2, nyilván ez változott, de, de nagyjából a 4, egész körül mozgott, és hát többségében azért négyes es voltak, meg egy-két, kettes, hármas néha becsúszott, de... Miből de voltál ez, a jobb, miből gyengébb? Hát alapvetően a, a reál tárgyakból voltam inkább erősebb, matek fizika, akár még néha a kémia is volt, ami, ami kicsit a húzó irányba ment, de ott is csak akkor, hogyha éppen olyan volt a téma. Úgyhogy, úgyhogy ezek voltak inkább az erősségén, meg hát a, a, biológia, meg a nyelvek voltak azok, amik kicsit úgy, úgy, úgy visszapúzták az átlagomat. De, de, ez is mindig változó volt, hogy éppen, éppen hogy alakult. Már említetted, hogy nagyjából 18 éves korod környékén volt az, amikor, amikor eldöntötted, vagy pontosabban eldöntöttél talán helyetted, hogy a nyílt víz felé kéne venni az irányt. Pedig hát ugye szóba került már Balaton, jó volt a Balaton, ez adta volna magát, hogy te, te ebben a szakákban teljesedjék ki, akár már korábban is. Igen, igen, igen. Hát alapvetően Viszonylag hamar ki lehetett volna próbálni akár a nyílt vízi úszás, hiszen ott a Balaton átúszás, amit évről évre, minden évben megrendeznek, és azért Balatoni, Balaton környéki gyerekként, főleg aki úszik, azt szerintem előbb-utóbb kipróbálja a Balaton átúszást. Én meg 18 évesen voltam először Balaton átúszáson, ami, a elég furájön ki, mert... De sikerült most Má... Igen, más, mások átutazzák a, az egész országot gyakorlatilag egy Balaton átúszásért, én meg, én meg onnan a környékről nem voltam ott sohasem, és aztán 18 évesen voltam ott először, akkor át is úsztam azóta, szinte majdnem minden évben ott voltunk, ugye a válogatottal, úgyhogy, úgyhogy lett volna lehetőség arra, hogy kipróbáljam magam, de, de valahogy ez így kívül maradt a körön nyilván ehhez hozzátesz az szerintem az, hogy a nyílt vízúszás alapvetően nem volt egy olyan nagyon ismert dolog itt Magyarországon, még, még, még azután sem volt annyira, annyira ismert, hogy ugye Risto olimpiai bajnok lett 2012-ben Londonban. Tudom én is a családomból is van olyan, aki, aki, nem is tagadja és mondja, hogy csak azért tudja, hogy létezik ilyen nyílt úszás, mert én azt elkezdtem csinálni. Tehát amikor először mentem a, a válogatottal Uh, ifj Európa bajnokságra akár nyíltvízen, akkor is mondta, hogy ő azért tudja, hogy van nyílt úszás, mert én elkezdtem csinálni, pedig tudja, hogy Risto Viva olimpiai bajnok lett, de, de, nem tudta volna összekötni, hogy ez ugyanaz a kettő. Mi az, amiben különbözik egyébként, nagyon különbözik ez a két uh, szakág egymástól. Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, ami alapján az edzőid azt gondolták, hogy te jó nyílt úszó leszel? Hát egyrésztről nyilván azért a medencéből a az 1500, itt meg a legrövidebb az 5 kilométer. Uh, ami még azért annyira nem nagy különbség, de azért tud kihozni különbséget, tehát van, hogy egy, egy, egy 400-as, akinek olyan adottságai vannak, hogy hogy ezek kicsit lassabb, de hosszabb iramot jól bírja, abból is lehet egy jó nyílt vízi úszó, és lehet, hogy egy 1500 gyorsos nem lesz annyira jó nyílt vízi úszó, hogyha kipróbálja magát, úgyhogy, mert ott vannak a határa hogy 1500 méter, Isten igazából, meg hát egyrészt azért más, itt, itt más technikával is kell egy kicsit úszni, itt, itt tájékozódni kell, föl kell emelni a fejet, ö, látni kell, a pályán tudni kell, anélkül, hogy látnánk lenne a medence alján a, a vonalat, a falat, vagy a kötelet magunk mellett, tudni kell egyenesen úszni, és ezért és az nagyon sok mindent befolyásol. Ö, más, más az beosztás is, egy, egy 1500-400-800 gyors nál már az elején egy nagyon nagy iram van, 10 kilométeren, 5 kilométeren, és azért egy viszonylagosan nagy iram van a távhoz képest, de, de itt a végén kell igazán gyorsnak lenni, tehát itt az utolsó 1500-2000 méteren fog eldőlni a verseny, ami gyakorlatilag ugyanaz a táv, mint mondjuk medencében a leghosszabb táv, de azért előtte le kell úszni egy elég komoly, komoly iramban, egy elég ö, hosszú távot, úgyhogy Úgyhogy jó kell tudni ilyen szempontból beosztani ezen a hosszabb távon is a, az energiákat, meg tényleg a legfontosabb az, hogy ö, egyenesen kell tudni úszni, látni kell a pályán, és hát ott, ott vannak a többiek is. Tehát, még, még, még medencében egyedül van az ember egy pályán, senki nincs, aki zavarja, maximum a másiknak a hullámai. Itt, ö, itt meg kell küzdeni a külső elemekkel, ha fúj a szél, ha esik az eső, ha süt a nap. Ha hullámzik a víz, ha hideg, ha, meleg. ha hideg van, ha meleg van, és ott vannak a többiek is, akik akik ö, ugyanúgy nyerni akarnak, ugyanúgy a lehető legrövidebb úton akarják leúszni a, a távol. Tehát a fordulóban nem fog senki sem körbe menni a másik körül, hogy, hogy ő többet 25-10 vagy 15 méterrel. És, és alapvetően, akár ahogy az elején is beszélgettük, van, vagy direkt, de leginkább véletlenül vannak testi kontaktok, amik még egyszerűen el kell tudni viselni, vagy meg kell tudni őket előzni. Azoknak a nézőknek a kedvéért, akik a rokonaihoz hasonlóan nem feltétlenül vannak képben teljes mértékben a nyíltvízi úszás rejtelmeiben, mondjuk el, hogy ő van 5 km, 10 km és 25 km. Tehát van ha viszonyatos távokról beszélünk, ha azt mondom, hogy a monotónia tűrés, meg a jó erőbeosztás a két legfontosabb dolog, akkor nagyjából közel állok az igazsághoz? Egyértelmű, egyértelmű. A monotónia tűrés az mindenképp nagyon, nagyon fontos és nagyon, nagyon szükséges ahhoz, hogy hogy valaki ebben ebben ott tudjon lenni a, a legjobbak között, és hát tényleg az, hogy a, az erét, hogyan osztja be az ember, az, az nagyon nem mindegy, mert lehet, hogy valaki a 10 kilométerben 8 kilométerig vezet, aztán 30 adik lesz csak. Tehát itt az utolsó 1-2 kilométeren óriási tud változni a verseny. Az első versenyei nem sikerültek igazán jól nyíltfézi úszásban, úgyhogy azt mondjam, hogy a legjobb medencés idővel neveztél, de mégis egy csomóan megelőztek aztán. De ez, ez az újabb id olyan időszak volt a te életedben, amikor megint csak nem ment el a kedved, bár nyilván az edzőinek, meg Szokolai Lászlónak is nagy szerepe volt abban, hogy, hogy téged bíztassanak. De téged mi tartott ott a, a hullámok között ebben az időszakban? Hát nyilván egyrészt az edzőim is ö, toltak előre, hogy csináljam, másrésztről meg aztán viszonylag hamar elkezdtem úgy ráérezni, hogy, hogy hogyan is kell csinálni. Tehát az első pár nem úgy alakult, de, de, fokozatosan egyre jobb és jobb lett, meg egyre inkább elkezdtem érezni, hogy mit, hogy kellene csinálni, és, és nagyon sok mindent megtanultam az első pár hogy mi az, ami hiba volt, mi az, amit rosszul csináltam, mi az, amit máshogy kell csinálni. Meg hát elkezdtem megismerni magamat is abból a szempontból, hogy mi az, amit hogy jó, hogyha én csinálom. Tehát, hogy itt lehet másokat követni, hogy, hogy ki mit, hogy csinál, de de nem biztos, hogy az a, az a kifizetődő, és, és nekem is ez tartott talán a, a legtovább, hogy megtanuljam azt, hogy hogy tudok úgy versenyezni nyílt vizem, hogy az nekem legyen a legjobb, és, és ne másokat kövessek, mert, mert nyilván mindenki azt fogja csinálni, hogy neki a legjobb. Úgyhogy ha, ha én nem azt csinálom, amit, ami, ami nekem a legjobb, akkor azzal már a többieket segítem elő. De érdekes módon egy, egy viszonylag rosszul sikerült riói olimpiai szereplés volt az, ami aztán végképp meggyőzött téged is, hogy meggyőzted magadat arról, hogy, hogy lehet, hogy neked tényleg a nyílt víz lesz az utad. De ráadásul Rióba ugye 35 lettél 1500 méter gyorsan, hát ezzel az eleménnyel nem voltál különösebb elégedett, ugyanakkor viszont ugyanabban az évben, 2016-ban, amikor hány éves Egen, voltál? 19. 19. éves voltál, Ö, akkor te megnyerted a junior Európai és Világbajnokságot, és nyílt 10 kilométeren, tehát minden amellett szólt, hogy neked arra felé kell váltanod a hullámok felé. Igen, egyértelműen 16-ban nagyon nagy, nagyon nagy eredmény volt az alapból, hogy meg, sikerült úszni az olimpiás szintet, és annak már nagyon örültem. Ö, aztán, hogy bekerültem a csapatba, Uh, és nagyon szerettem volna jól teljesíteni az olimpián is. úgy éreztem, hogy nagyon jó formában vagyok, uh, menni fog ez. Nyilván tudtam, hogy nem vagyok esélyes a, a döntőre, tehát azért nem dédelgettem olyan álmokat, hogy most akkor itt 10 uh, pár másodpercet még, még ledobok uh, egyik hónapról a másikra, és, uh, és uh, döntőbe jutok 1500 gyorsan, de, de alapvetően az bennem volt, hogy szeretném a legjobbamat megúszni. És, és, és jó versenyezni, ha már egyszer ö, sikerült kijutni az olimpiára. És ö, hát ett, ettől azért nagyon messze voltam, elmaradtam a legjobbamtól, 35 lettem, úgyhogy úgy, úgy, én nagyon csalódott voltam. Viszont ugye előtte, nem egész egy hónappal sikerült nyerni az ifjúsági világbajnokságon 10 km és aztán ö, pár hétre rá pedig ö, nyílt vizen, megint az ifjúsági Európa bajnokságon is 10 km-en. Úgyhogy. Ö, azért ez mutatta azt, hogy azért hogy, hogy a nyílt vízúszásban van, van nagy potenciál, másrészt abban az évben Füredem már a világkupán is a felnőttek között sikerült ötödiknek lenni, úgyhogy ö, ez pedig még inkább azt mutatta, hogy azért ö, megy ez a nyílt vízúszás nem csak a saját korosztályomban, hanem a felnőttek között is azért ö, elég jól sikerült megtalálni azt, hogy, 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 hogy hogyan kéne versenyeznem, úgyhogy úgyhogy ö, Nyilván onnantól lement az olimpia, és ezért már a válogatottként az ember abban gondolkodik, hogy a következő olimpia, hogy meg miként lesz, úgyhogy, úgyhogy ott jött a döntés igazából. Az edzőmmel ezt megbeszéltük, és arra jutottunk, hogy, hogy lehet, hogy 1500 gyorsan tudom teljesíteni az elszintet, de alapvetően ahhoz, hogy, hogy döntőbe jussak, ahhoz még egy nagyon nagy ugrás kellene ami nem biztos, hogy sikerül, nyilván nem lehet kizárni, de, de sokkal közelebb volt az élmezőny, úgyhogy, úgyhogy az volt a, a, gondolatmenet, hogy akkor, akkor próbáljunk egy kicsit nagyobb fókusz tenni a nyílt vízi úszásra, és, és legyen a, az 1500-800 gyors inkább a, a, második vonal, ami hogyha jön, jön és megy, akkor, akkor nagyon jó hozzátesz a nyílt vízúszáshoz is, meg hát ott van egy második lehetőség, hogyha valami miatt mégsem sikerül úgy a nyílt víz, akkor, akkor, megvan a lehetőség medencében megtartani a válogatottságot. Úgyhogy a medencét inkább meghagytuk egy ilyen, egy ilyen védvonalnak, és rátettünk sokkal többet a nyílt vízúszásra, ami, ami alapvetően bejött, hiszen a következő évben már világbajnok 7-dik lettem 10 kilométeren, Füreden, ráadásul az egy közönség előtt, Úgyhogy, úgy, ott, ott tényleg próbál, az úgy próbált beigazolni minket, hogy, hogy, hogy jó döntést hoztunk, és, és, tényleg ez az az irány. Úgyhogy egyértelműen elkezdtünk gondolkodni abban, hogy, hogy Tokió, kóta szerzés, és, és, és hogy ott a lehető legjobb eredményt érjem el. Ha még jó hogy mondatra visszatérve néhány évvel ezelőtt úgy fogalmaztál, hogy kifeje, utólag kifejezetten szerencsésnek gondolod, hogy így alakult a Rio Olimpia. Igen, egyértelműen, mert tényleg, hogyha a jól sikerül az 1500, lehet, hogy... hogy Kicsit euh... jobban szerepelsz, lehet, hogy megragadsz. Igen, lehet, hogy nem gondolkodunk el annyira erősen a nyílt vizen. Másrészt hogy egy nagyon nagy tanulópénz volt abból, hogy... hogy Mondhatja az ember, hogy egy világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia egy vb n és egy olimpián is a legjobbak vannak ott az egész világról, de, de egészen más, amikor egy, egy, egy világbajnokságon vagy egy olimpián van ott az ember, és, és ö, tényleg ö, szokták azt mondani, hogy az olimpián elvitte a hangulat valamelyik versenyzőt, és engem egyértelműen elragadott ez a, az, az, olimpiai láz, úgymond, és, és, ö, és rányomta a versenyemre a, 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 bélyegét, úgyhogy egy nagyon jó tanuló pénz volt az, hogy megtanuljam azt, hogy, 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 hogy ö, igen, még mindig van, amikor az ember egy kicsit ö, túl spirálza a dolgokat, és, és, és meg kell tenni olyan nyugodtabban, mintha mint nem is az olimpián lenne. Emlékszem, Rióban a, a katka, katka nyilatkozta azt, hogy, hogy ő, ő ezt úgy próbálta felfogni, mint bármelyik másik versenyt, amit amit London torrióig megcsinált, rengeteget versenyzett, és, és az volt a cél, hogy, hogy bárhol odáll egy versenyre, ugyanúgy tudjon odállni, mindegy, hogy az a a Bajai Halászlékupa, vagy a, vagy a, vagy a Riói Olimpia. Úgyhogy valamilyen szinten nekünk is ez lett a cél, aztán Tokió felé, hogy, hogy nyílt vizen minél többet versenyezzek. Az első két évben rengeteg, az szinte az összes világkupán, Európa kupán ott voltam, ami, ami, ami azért egy jó tizenpár verseny, emellett ugye itthon az országos bajnokság, Úgyhogy tényleg próbáltam a, a lehető legtöbbet versenyezni, és szinte mindenhol ott lenni, hogy hogy tényleg az összes ellenfelemet kívülről ismerjem, tudjam minden egyes pillanatban, hogy nekem mit kell csinálni, és, és hogy bármilyen körülmény jöjjön, ha fúj a szél, ha hideg van, ha meleg van, az, az arra legyen egy egy tapasztalat, hogy, hogy mi hogy, és, 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 és hogy fog a legjobban működni hogy, hogy ne legyen olyan, ami, ami ki tud billenteni a komfortzónámból. Arról mesélj egy kicsit, egy hogy, hogy hogyan edzenek a nyílt vízi úszók. Ugye alapvetően azért medencébe készültök. Mikor vagytok nyílt vízzel, természetes vízben? Igen, alapvetően azért uh, ilyen szempontból nem különbözik a felkészülésünk. Mi is nagyrészt medencében készülünk. Uh, az első pár évben, amikor úgy tényleg rákezdtünk a nyílt vízi úszásra, akkor amikor májussal beköszöntött ténylegesen a jó idő, és elkezdett fölmelegedni a Balaton, akkor elkezdtünk ö, azért kijárni egy héten kétszer a Balatonban, és, és ott megcsinálni a, az éppen aktuális 10 kilométert, ami arra az edzésre ki volt, ki volt írva. De ettől függetlenül azért a, az év nagy részében azért medencében készülünk, meg hát ott vannak a versenyek, ahova egy-két-három nap, attól függően, hogy, hogy meg milyen messze kell utazni, mikor kiutazik az ember, akkor van lehetőség a pályán versenyenőt edzeni, úgyhogy úgy, hogy ott is olyankor mindig megragadtuk ezeket a lehetőséget, és minél többet ki lenni a pályán, hogy, hogy, hogy a nyílt vizet is gyakoroljuk, hogy megtanuljuk, minél van a pályát, hogy mik az adottságai, mik azok, ok, amikre figyelni kell, úgyhogy úgy, hogy tényleg ebbe így szépen fokozatosan egyre több és több munka ment bele, hogy kint, kint medencén kívül is meg tudják csinálni jól egy edzést. Az mennyiben része a felkészülésnek, hogy megpróbáljátok a különböző helyszínek adottságait modellezni? Azt például tudom, hogy Tokió előtte a hévizitóban készültél, mert hogy ugye az egy melegvízű víz, és hát arra készültetek, hogy, hogy Tokióban hasonló lesz a helyzet. Igen, alapvetően azért nem sokszor próbáltuk ezt így ki, meg nem sokszor szoktunk ennyire rámenni, hogy, hogy bizonyos helyszíneknek az adottságait lemodellezzük valahol. Viszont Tokióra egyértelműen mondták, hogy, hogy nagyon meleg lesz a víz, tehát volt a tesztverseny 2019-ben már, és mi nem voltunk ott, viszont akik ott voltak, azokat azért jól kifaggattuk, hogy, hogy mik a tapasztalatok, és ők is mondták, hogy nagyon meleg volt a víz, úgyhogy tényleg itt, itt, itt a felső határa kell gondolni úgy van nálunk, ugye, hogy a 16 fok az alsó határa, míg le ahol lehet versenyt rendezni, és 31 a teteje. Tehát azért ez egy elég bő tartomány. És, és itt tényleg arról volt szó, szóval, hogy itt, itt, a, itt a felső határól leszünk, úgyhogy arra kell készülni, és nagyon nem mindegy, amikor az ember mondjuk a medence nálunk 26-7 fokos a versenymedence, nyílt vizen meg általában valahol 20 és 25 között versenyzünk, arra szoktuk azt mondani, hogy úgy, úgy azért az ideális. Nyilván versenyzője válogatja, hogy a 25-höz közelebb, vagy a 20-hoz közelebb az ideálisabb neki, de, de tényleg én meg szeretem a hideg vizet, hogyha, hogyha kicsit a hűvösebb tartományban van, a 20 fok közelében, vagy esetleg még egy picit alatta, úgyhogy, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy váltás volt arra, hogy, hogy itt a 30 fokra kell készülni, úgyhogy, úgyhogy, az volt a cél, hogy, hogy akkor ezt minél jobban megszokjam, tudjam, hogy mire kell számítani, Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk is be, úgyhogy az volt a cél, hogy egy héten kétszer Hévízen, ameddig lehet, nyilván még az élhető kategóriában, úgyhogy gyakorlatilag május végével elkezdtük. Akkor még ilyen 29-30 fok körüli volt a vízszőmérséklet, ki még azért elég hideg volt. Viszont mire befejeztük Hévízen az edzéseket, az utolsó 3-4 hétben már nem is edzettünk Tokió előtt Hévízen hiszen annyira meleg volt, hogy beköszöntött itthon is a nyár. A vízfők is ment fel, a levegő is ment föl. Úgyhogy, úgyhogy, amikor abba a akkor gyakorlatilag már 34-35 fokos vízben, vízben a hévizitóban, ami, ami, meg már bőven a, a, verseny lebonyolíthatósága fölött volt, úgyhogy, úgyhogy az megadta azt előkésre, hogy innentől bármi jöhet, föl vagyok rá készülve. Nyilván minden későbbi nyílt vízi úszómedencében kezd el úszni, de talán ma már Ö, jóval korábban specializálódnak a, a, a fiatalok a, a nyíltvízre, mint ahogy te ezt 18 évesen. Igen, egyértelműen. Azért egyrésztről ö, egyre ismertebb és ismertem nem csak itt, hanem külföldön is a nyílt vízi úszás. Ö, egyre hamarabb kezdik el a versenyzők. Hány éves korban érdemes ezt elkezdeni szerinted? Öm... Rátérni erre a szakágra? Ez szerintem változó alapvetően, de, de én úgy gondolom, hogy ugye miután az ifi Európa bajnokságon, ugye, meg ugyanígy az ifjúsági világbajnokságon a korosztály, pont akkor lett kibővítve, amikor én voltam, amikor én voltam a ifi korosztály, és ugye mind fölfele, mind lefele kibővítették, úgyhogy, a, úgyhogy az alsó korhatár a 14 év, a felső korhatár pedig a 19, igazából minél jobb, minél hamarabb elkezdi a versenyző, és kipróbálja magát egyáltalán, hogy hogy, hogy megy, Ö, mert egészen más lehet, hogy medencében egy 5 kilométeren Ugye nálunk rendeznek medencés országos bajnokságot is ezeken a távokon. Ö, lehet, hogy nem ő lesz a, az első háromban. és a nyílt víz annyira más és más. Hogyha, hogyha valaki sokkal könnyebben, gyorsabban alkalmazkodik ezekhez a körülményekhez, akkor lehet, hogy ő lesz a legjobb. Úgyhogy érdemes ezt minél, minél hamarabb kipróbálni, Ö, mert, mert igazából bárkiből lehet egy jó, jó úszó, ha megvannak hozzá azok a kis adottságok, itt gondolok akár az alkalmazkodásra, ami, ami hozzá segítheti ahhoz, hogy, hogy, hogy ő legyen a legjobb, úgyhogy, úgyhogy minél hamarabb érdemes kipróbálni, mert mert, mert, mert nem feltétlen az a jó irány, ami nálunk is volt, hogy minél később. Minél hamarabb kipróbálja, annál hamarabb eljut odáig, hogy megvan az a versenytapasztalat, amivel már az idősebbek között is akár jól lehet szerepelni furcsa, hogy ezt éppen tőled kérdezem, de hát te ülsz itt. Mennyiben kisebb a konkurencia a nyílt vízi úszásban szerinted, mint a medencés úszásban? Tehát mondjuk mennyivel van könnyebb dolga, ha könnyebb dolga van Rasoszki Kristófnak, mint mondjuk Milák Kristófnak? Nem gondolom, hogy, hogy nekem könnyebb dolgom lenne, vagy bárki másnak nyílt vízi úszásban, vagy medencés úszás összehasonlításában, tehát nem feltétlenül itt a Milák de, de akár egy 1500 gyorsról, vagy egy 50 átról, bármelyikről beszélünk, nyilván egy 50 métert sokkal többen úsznak le. De, de akik igazán jól úszák le, azok nagyjából ugyanaz a száma, mint a 10 kilométert, akik nagyon jól úszák le. És azért mindkettő bővül, és talán a úszás egy, egy most már sokkal gyorsabban növő. Nyilván később is kezdték el, és később is került be az olimpiai programba, úgyhogy, úgyhogy emiatt is kicsit hátrányból indul, de egyre jobban nő. Most már ott tartunk, hogy, hogy gyakorlatilag a legjobb medencés hosszú úszók mind-mind csinálják, és, és rengeteg olyan európai ország van, ahol hatalmas a bázis a akár ugye a következő olimpiát rendező franciáknál, az olaszoknál rengeteg verseny van, és rengetegen úszák nagyon jól, tehát egy, egy, Európa kupán, világkupán, hogyha 6-7-8 olasz nem jön szembe, akkor egy sem, és, és mindegyik ettől egytől egyik nagyon jól csinálja, úgyhogy, úgyhogy azért elég komoly konkurencia van nyílt vizen is, és fokozatosan egyre nagyobb, mert, mert ugyanúgy, ahogy, ahogy én, vagy akár most már a Betlem Dávid is, az ifi korosztályból kilépve belép a felnőtt korosztályba, és ott van az érmekért folytatott harcba. Ez ugyanígy megvan a franciáknál és az olaszoknál is folyamatosan, hogy, hogy vagy akár a németeknél, vagy, vagy másik országból, hogy, hogy, jönnek be a fiatalok, és, és nem kérnek elnézést, hogyha, hogyha ott a lehetőségük, hogy, hogy megnyerjenek egy versenyt. Az abszolút kívülről is úgy látszik, hogy egyre népszerűbb lesz a nyíltvízi úszás, és és ma már talán arról nem is beszélhetünk, hogy, hogy úgy, mint mondjuk a futballnak a futszál, vagy a gyorskorcsiának a short track, vagy a röplabdának a strandröplabda, hogy az úszás csak a kis testére lenne a nyíltvízi úszás. Ma már egészen ö, komoly módon felnőtt a, a nyíltvízi úszás és a, az alapsport a medencés úszás mellé, ugye? Igen, egyértelműen azért én úgy gondolom, hogy, hogy itthon is megvan a, a támogatottsága annak, hogy, hogy a nyílt úszás is, is jól tudjon teljesíteni. Egy, egy, elég jól teljesítő szakága az úszásnak, tehát most már évről évre az Ifj Európa, bajnoki, if Európa bajnoksága csapat rendre ér, meg kell tér haza, és a pontversenyben is az első egy-kettő nagyon maximum a harmadik helyen van. Tehát, tehát, rendre rendre jól teljesít a nyíltvízi csapat, akár az utánpótlást, akár a felnőttet veszük figyelembe. Úgyhogy, és tényleg elmondható, hogy, hogy, itthon is 5-től a 10 km 25 kilométerig bárhol, bárhol tudunk kérmet szerezni, akár a medencéseknél is ahogy el lehet mondani, hogy szinte minden versenyszámban számba tud érni vagy magyar. Picit puskázok, mert ugye nagyjából a gyerekkor végére értünk, de hát egy évvel azután, hogy 2017-ben a nyílt vízen a felnőttek között bemutatkoztál világversenyen, 20 éves korodban, a következő évben 2018-ban már két Európa bajnoki aranyat és egy ezüstérmet is szereztél, és ebben az évben a Swimming World, az úszás szaklapja téged választotta a világon a legjobb nyílt vízi úszónak. Rá egy évre világbajnoki címet is szereztél, aztán 24 évesen pedig a már emlegetett Tokiói olimpián ezüstérmes lettél, tehát ugye ez már a felnőtt kor. Viszont hát kikerülhetetlen, hogy azért uh, Rasoszky Kristóffal egy évvel a Párizsi olimpia előtt szóba hozzuk az olimpiát, úgyhogy azért megkérdezlek, milyen realitása van annak, hogy ezt olimpiai ezüstöt akár egy fényesebb medára is lehet cserélni, egyáltalán milyen célokkal vágsz neki, figyelembe véve azt is, hogy most egyetemre jársz, még van egy kis idő a tanulmányaidból is, és az utóbbi időben volt olyan időszak, amikor kicsit kevesebb időt fordítottál a, az élsportra. És hát, ahogy már szintén szóba került, már idehaza is van egy komoly riválisod, a klubtársak Betlehem Dávid személyében. Idén már lehet kvótát szerezni, a jövő évben pedig kiosztják a, a maradék kvótákat is, úgyhogy, úgyhogy egyértelműen ott van már a, azért a, a fókuszban a következő Olimpia Párizs is. És ö, én úgy gondolom, hogy azért nem nem mondok azzal nagyot, vagy nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy nem lenne reális, ha azt mondanám, hogy, 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 benne van az, hogy ebben egy újabb érem kisülhet. Nyilván akár ugyanúgy, ahogy, itt itthon is megvan a Dávid egy új, egy új ellenfélnek, az egész világon egyre erősebb a nyílt úszás, és egyre több az ellenfél, úgyhogy nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy ki, hova tud kijutni, és éppen azon a versenyen ki lesz a legjobb. Úgyhogy ö, nem is gondolom, hogy nekem arról kéne beszélnem, hogy, hogy én nekem aranyérmet kell nyernem esetleg, és csak akkor ö, fogok tudni nagy eredményt felmutatni, hogyha ebből az edüstéremből egy aranyérmet csinálok a következő olimpián. Ö, én alapvetően nagyon lennék, ha újra dobogóra tudnék állni ö, Párizsban. És, és, és ez az vezet, hogy először kvótát kell szerezni, ami szintén nem egy egyszerű feladat, de talán egy kicsivel könnyebb, mint mint uh, Tokióra volt, hiszen változtak a kvóta szerzési szabályok, az első kör nehezebb lett, hiszen összesen három kvótát osztanak ki az első körben a világbajnokság első három helyzetének. Viszont kikerült az a gátló tényező, hogy uh, ha valamelyik nemzet az első körben kvótát szerez, akkor a másodikban már nem szerezhet. Úgyhogy uh, ilyen szempontból ilyen szempontból talán egy kicsit könnyebb és nyugodtabb is lesz a, a kvóta szerzés, de, de szeretném minél hamarabb megszerezni ezt a kvótát, úgyhogy én, én úgy készülök, hogy, hogy az idei évben a, a világbajnokságon kiosztanak három kvótát, én abban a háromban szeretnék ott lenni. Aztán a következő évben, hogy, a, hogy az olimpián, ha már megvan a kóta, mi történik, az, az még a jövő zenéje, de egyértelműen az a fél év, az az egy év, az olimpiáról fog szólni, és arról, hogy ott a lehető legjobb eredményt érjem el. Hát így legyen, és ígérem, hogy mi nagyon fogunk neked drukkolni, viszont arra kérlek, ha véletlenül mégsem sikerülne az aranyérem, hogy mégsem sikerülne a dobogóra állni az asztal alá, akkor sem be. Ezt meg tudom ígérni. Mert semmi okod rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, örülök, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm szépen. A jelen és a jövő bajnokainak elkötelezett támogatója a Dekatlon.